Hare Krishna, kedves bakták! Kezdődik a Bhagavad Gita, a szeminárium, nagyon csodálatos, egy részletes, izgalmas, sok történettel, és ugyanakkor egy olyan módszerrel megyünk át, ami persze hiteles, az az első, hogy ott a Burijan Prabhu, Acharyák, Srila Prabhupát, ami megpróbálják tanulni, hogy hogyan mondjuk Srila Prabhupát magyarázatukkal megnyitja nekünk mondani valójat a verseknek. Aztán Bhagavad Gita áttekinti az összes filozófiát, amikor befejezünk veletek az egész Bhagavad Gita-t, akkor nagyon járatos leszünk veletek, bármilyen filozófia részén, mint a Acintya Beda Beda Tatva, mint a teremtés, és így tovább, és így tovább. Szóval zseniális, nagyon jó témák vannak, nagyon jó kurzus, azért ajánlom, én is ezt a kurzust tanultam, és annyira sokat segített tájékozódni. Például azelőtt, mikor olvastam akár Bhagavad Gita-t, akkor éreztem, hogy ez a mondani való, ami benne van, azt nem tudok valahogy ezt megszerezni. Éreztem, hogy van benne sok kincs tudás, praktikus és gyakorlatias, de olvasás által próbáltam tanulmányozni, nem tudtam hozzáférni. De mikor ezt a kurzust elkezdtem tanulni, akkor csak megnyílt a nektár óceán. Fantasztikus volt. Ugyanúgy azelőtt, amikor Srimad Bhagavatamot próbáltam olvasni, vagy kértek, tarts meg leckét ebből a versből, elolvastam a verset, a magyarázatot, és olyan úgy tűnt nekem, hogy nincsen semmi mondani valót, erről mit mondjak a leckén. De miután tanultam Bhagavad Gita-t, kiderült, hogy közben megtanulunk veletek tanulni. És utána fogjunk Srimad Bhagavatamot, bármilyen verset elolvasunk, megnyílik számunkra sok mondani való, sok információ, tudás, amelyikről lehet bármennyi leckét tartani. Szóval én csak szeretnék ajánlani ezt a kis szolgálatot, megosztom ezt a kincset, amit vele megosztották. Nagyon sokat fog segíteni, mert fontos, hogy gyakorlatias a tudás. Sok-sok gyakorlatias információ van, és ugyanakkor megváltoztatja a mi paradigmunkat, még jobban kitisztítja, megtisztítja a szemléletünket. Milyen formátumban fog történni a Bhagavad Gita? Leszünk templomba Budapesten, vasárnapokként, és konferenciaterembe. Lehet jönni, nagyon nagy örömmel, délelőttként, valamikor 10-től, valamikor 10:30-tól, mindig fogunk erről értesíteni, és lehet jönni személyesen részt venni. Természetesen online, élőben és YouTube-on fogunk ezt streamelni, szóval lehet, aki nem tud jönni, ott részt venni, élőben lesznek a kommentek, mindig tudjunk úgy is kommunikálni élőben veletek, akik nem tudnak személyesen eljönni. Lesznek házi feladatok, verstanulások, sok-sok izgalmaság. Köszönöm szépen, várunk benneteket ezen a jó kis szangán, ahol sokat tudjunk társulni és együtt tanulni csodálatos Bhagavad Gita-t. Köszönöm szépen, Hare Krishna!